homlátod, ez az a ház. Na, akkor most mindig mindig. Kállár Tamást látogattuk meg Newcastle-i otthonában. Mennyire érzed magad otthon már a városban? Még nem vagyok egy éve kint, de nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen. Most szerencsére még az idő is kedvező, úgyhogy tényleg én nagyon jól érzem magam itt kint Newcastle-ben. Mennyire nehéz beverekednie magát egy 18 éves srácnak a Newcastle első csapatába? Nagyon nehéz beverekedni magam, nem csak nekem, hanem a többi fiatal játékosnak is, mert azért mégis egy Premier League-ás csapatról van szó, de mindent megtesz minden fiatal azért, hogy oda kerüljön. Talán kevesebbet tudnak a KS Online nézői a te életutadról, a múltadról. Hogy kezdted el a futballt? Milyenek voltak az első lépéseid? Hogy indultál el a karriereden? Veszprémi születésű vagyok. Veszprémben mondhatni a legjobb iskolába jártam, általános iskolában, Bátor István általános iskolában jártam. Egy sport tagozatos gyerek voltam, ahol kézilabdáztam és futballoztam. Mind a kettőt rendszeresen csináltam, mert nagyon szeretem ezt a két sportot, de 8. után, amikor jött egy újabb lépés az életembe, választanom kellett, hogy mit űzök tovább, a futballt vagy a kézilabdát. Nem mondom azt, hogy szerencsére, de örülök, hogy a futballt választottam, mert mégiscsak nem hiszem, hogy kézilabdával jutottam volna ilyen nagy karrierre, mint amin most vagyok. Noha állítólag a kézilabdában legalább olyan tehetséges voltam, mint futballban. Igen, ezt mondták sokan, de nagyon, nagyon fájt a szívem, amikor a kézilabdát ott kellett hagynom, de amikor Egerszegre kerültem, még nem hagytam abba a kézilabdát, még a suli csapatba kézilabdáztam. Nagypályás futballt hány évesen kezdted akkor ezek szerint? Ha jól emlékszem, 14 évesen kezdtem a nagypályás futballt. És ha most utána számolunk, akkor röpke 4 év telt el, és te már Newcastle-ben vagy 4 év nagypályás foci után, igaz? Hát igen, én is csak nagyon nézek ebben, hogy 4 éve kezdtem el nagypályán focizni, és már itt tartok egy Premier League-ás csapatnál. Ez fantasztikus. Hogy képzeljük el a hétköznapjaidat? Vége az edzésnek, mi az, amit szeretsz csinálni, hogy ütöd el az idődet? Elmegyek edzésre. Majd ott vagyok 2-3-ig talán. Utána hazajövök, ugye a barátnőm kiköltözött már ide, nagyon örülök neki, mert az utána lévő időt mindig vele vagyok, és vele töltöm el. Mik azok a programok, amiket együtt csináltok? Megyünk étterembe, utána vásárolgatunk, majd talán biciklizünk egy picit. Ugye rendszeresen kosárlabdázott, ezért kosarazni is el szoktunk menni. Mennyire érzi ő jól magát, nem vágyik haza, és illetve te mennyire érzel honvágyat? Én szerintem, ha az ő nevébe tudnék nyilatkozni, én nagyon szeret itt lenni. Ugye neki is most egy új élet. Ahogy így beszélgettünk, nagyon szeret tényleg itt lenni. Én úgy vagyok, hogy nekem van már hiányérzetem, mert azért pár hónapja már itt vagyok, de nagyon-nagyon szeretek Newcastle-ba lenni. Nagyon sok barátra tettem szert, de tökéletes szerintem innen. Visszatérve a Newcastle csapatra, az első csapatra, együtt edzel a fiúkkal, ki az, aki a legnagyobb hatással volt rád eddig a Newcastle felnőtt csapatából? Hát szerintem ez nem kérdés. Én mondok egy nevet, Michael Owen. Ő egy nagyon fantasztikus ember, nagyon-nagyon jó focista, de én szerintem, aki abban a csapatban van, az mind nagyszerű játékos.